Sorra érték a megpróbáltatások Tiszalök önkormányzatát is 2022-ben. A polgármester azonban úgy fogalmazott, nincs más választásuk, mint túlélni. A villany és gázáremelkedés miatt intézményeket vagy legalább épületrészeket kellett bezárniuk, a dolgozókat pedig átcsoportosították a hivatalba. Így közel 2,5 millió forintot tudnak havonta megspórolni. Ez hosszú távon azonban nem fenntartható, kérdéses, hogy mit hoz majd a jövő. Ez a válság az év utolsó harmadára nyomta rá a bélyegét, évközben azonban tudott fejleszteni az önkormányzat. Van olyan, amit már nagyon rég benyújtottunk és nagyon rég megnyertünk, viszont sok minden más miatt kivitelezés ebben az évben kezdődött el, és remélhetőleg be is fog fejeződni. Ez az ipari parknak az infrastruktúrális fejlesztése. Ugye itt kellett kérnünk ráemelést kétszer is. Még van egy nagyon pici tétel, amit várunk, de gyakorlatilag egy fogadó épület és parkolók kivételével ez egy néhány 10 millió forintos tétel, közel 800 millió forintos beruházás már nagyon a végén van, gyakorlatilag ott, hogy a kiépített utak és közművek után már csak az útpatkát kell befejezni, és ha ez megvan, és lezártuk, akkor nagyon nagy várakozással vagyunk, hogy lesznek-e érdeklődők, de konkrét vásárlási szándékkal természetesen ezt szeretnénk, befektetőket várunk. Tavasszal átadták az óvoda bővítéseként a bölcsődei épületrészt, az engedélyeztetések miatt azonban csak szeptembertől tudtak beköltözni a gyerekek. Fontos volt a több mint 80 millió forintos útfejlesztés is a településen, így nem csak biztonságosság, komfortosabbá is vált a város élete. Az előző fejlesztési ciklusból maradt több mint 350 millió forint a belterületi csapadékvíz elvezetésre. Ennek az utolsó műszaki tartalomegyeztetései zajlanak, jövőre indul a közbeszerzés. A fejlesztések mellett arra is volt lehetőség, hogy újabb támogatásra pályázzanak. A három benyújtott igénylésből mindhárom megkapta a pozitív elbírálást. Így hamarosan bővülhet az óvoda 210 millió forintból, 110 millióból energetikai fejlesztést hajthatnak majd végre a családsegítő központban és a már meglévő óvodában. A harmadik pályázat pedig az élhető település kialakítását segíti majd. Ez a sportcentrum és környezetének a teljes megújítása, ez egy félmilliárdos történet, ebből is jövőre lesz kivitelezés, és bent van még jó néhány pályázatunk, ami arra vár, hogy elbírálják. Izgalommal várjuk a belterületi utas pályázatunk, az egy közel 200 millió forint, két gyűjtőútnak a teljes felújítása van benne. Egy régebben teleprogram néven futott, de most nevezzük szociális városrehabilitációs programnak. Ennek van egy soft elemes része, ez egy 100 milliós, ugye itt képzések, szemléletformálás és stb. És egy infrastruktúra fejlesztés, ez itt Tiszalöktörzs településen egy olyan területnek a hasznosítása, és a szegregátumból egy családnak a beköltöztetése, illetve a környezetének a teljes átalakítása, ami fontos. Ebbe a csomagba foglalkoztatási támogatás és zöldségtermesztéssel kapcsolatos fejlesztések is vannak, értéke körülbelül 200 millió forint. Tervben van az egészségügyi központ csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója, villamos hálózatának felújítása és eszközbeszerzés is 100 millió forintból, valamint 390 millió forintos támogatásból építenének egy jól felszerelt népkonyhát is, sőt a top turisztikát is folytatják. Elsőként csináltuk meg az előző ciklusból a fejlesztésünket, és ezt bővítjük tovább, egy kicsit hangsúlyozva ki, terjesztjük még a tiszalöki kenyérgyári holtágra a fejlesztésnek egy bizonyos részét. Szeretnénk csatlakozni a magának a holtág valamilyen szintű rehabilitációjához, tanösvény fejlesztéshez, illetve olyan típusú fejlesztés, ami a környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos fejlesztések, meglévő lábasházaknak a funkcióval való ellátása. Minden évben cél, hogy ne csak a helyieket tartsa a településen az önkormányzat, hanem vonzóvá tegye mások számára is a várost. Ezt pedig elsősorban munkahelyteremtéssel lehet elérni, erre is szeretnének nagy hangsúlyt fektetni a jövőben.